Sziasztok, itt újra ezután folytatjuk a Phoenix Wright és Attorney Justice for All a harmadik epizód első per második részével. Ez is nagyon vicces lesz, az biztos. Gyönség! El kell hinned, de nem voltam büntén hiszni. Akkor hol voltál a gyilkosság napján? A ringmester szobájában. Azt mondta, hogy várjon a szobájában, de amíg vissza nem jön. És akkor ment a áldozat a büntén helyszínére. De Max kosztümjében kellett, hogy legyen. Szóval beismeri, hogy ringmester felvette azt a kosztümöt. Elvitte a ja, igen, úgy átszázta magát, azért... Ezért akart úgy menni. De ez nem érsíte valami jó. Nem furcsa, hogy a ringmester átszázni akart a Maxnek magát. A kalapját megtalálták, a sem kalapját. Nincs, mi volt a köpenyével, az hová? Hát lehetne derítés. Hát nem volt biztos, hogy mágus legyen, hogy elnök. Nehéz döntés volt, az biztos. December 29-12 óra 6 perc, 4. bíróság, második tárgy. Most a boholcot hívja ide, hogy tanúskodjon. Úgy hívják Mr. Lawrence Curls. Azaz Mo. Ez a vicces. Ez egy wicked hold. Még nem szoktam meg a tárgyalótermet. És sosem. És bizony talán milyen vicceket mondja. Hát ez hülye! Gólja meg ő. Lehet, de az igazság termében van, hogy nem egy Shoulder klubban. De bassza! Hát ez nem érdem el. Mama, vendék fel. Na, drága te. A jel csak azt mondja, hogy semmi trikot, semmi cipőt, semmi...
Megint pat. Vicces szakért. Tanulja volt 10-15 kor a gyilkosának. Ugye? Igen. De ez a malmás az igazán. De vicc nélkül. Csak semmi vicc. Ez nem sordelkül. Hát így bírósággal nem tudom maga lenni abból hossz. Nem olyan jó kavérjás! Nem megtudod, mi senki! Nem azt mondjam, mire kíváncsiak. Ez vicces. Ennél hülyebb szentól még életemben nem láttam. Hát ilyen sem egy hülyeség kérdéseket feltenni. Na mi meghallgatjuk a hősügycsédet, miután de a bíróságnak vége. De most tényleg a lényeg. Szóval tudja, kell kezdeni. Na most. Hát, hogy szobájában volt. Tudjátok, mit mondott? Fogalmatok sincs, hogy milyen fáradt volt azon az éjszakán. Be volt kapcsízva! Értitek? I was put back up, sheesty! Éppen aludni akart, de miért megtehette volna, kinézett az ablakon, és két ányékot látott. A ringmester és Max is fel volt, aki a köpenyt használta. Hogy vette fel? Figyelte őket? Max oda baszott valami keménye a ringmester fejére.
Ez érdekes. Ha a szemtanú valomása pontos, akkor itt érdek kiányoznia. Hogy kritizált? Ne! Akkor te... Most voltadnám a kertkérdésekkel. De ne jó, már kell találnom valamiféle elmondást. Viszont... De hogyha túlságosan... De ha túlságosan tolom őt, abból katasztrófa is lehet. És remélem, hogy nem fogok a olyan esetben ezt kérdéseket feltenni, hogyha van vicces elkövet. Mert a tárgyalatán nem vicc, hanem nem showdeckről, hanem igazságosztásra van. Tehát mert van egy, amikor beszél az, hogy van egy bizonyos rész, ami nem szabadna a kezdkérdést feltenni. Nem szabad hordpancsot adni, mert akkor már azonnal kapunk büntetőt. Úgyhogy most nagyon kell vigyázni. Hát ez lehetne, de aztán de nehogy van viccet halljak tőle. Úgyhogy inkább szagjuk. Itt már nem szabad holít pancsot adni. Mert látjátok, hogy ott van egy bekakjét! Úgyhogy most még tovább. Hold it! Milyen idő volt a fassam, de már megint! Úgy tűnik a szinonimák nem elfogadható volt. Na, folytassuk. Miért nézett ki az ablakon? Nem kell, hogy ez ok legyen. Egy tényleg, hogy beszélgetés is beszállt. Valami zajt hallott. Szóval azt nem említette meg a valomásába. Tehát fejtettem mondani. És azt hogy a sporozza nevet elfejtette. Meg kell változni ezt a malomást. De szóval igen, ez a zaj volt az, amit elhallott. Majd csak itt kell valamit. Hát valamit elfejtettem, na. De netrend nem nézhetek be. Hold it! Milyen volt az a hang? Valami kemény esett a ringmester fejére. Ilyen hangja volt.
Hold it! Szóval ott van a szobája. Amint lábnyira van az ablaktól. Hogy akkor volt havazás se. Hát ez nem jó ötlet. No date. Hát igen, beszélt az ügyésznővel. És biztos volt benne, hogy megszett látta. Szóval a szimbólumok itt is fontosak. Na, majd már megint kezdjük. Már én csak nem tudom. Hát igen, hogy a köpeny rajta lehetett. Kéne kerülnöm? Nézzük meg ezeket! Hát egyik sem lehetett az, hát nem lehet a boncolási jelentés, még a most sem. Várjunk csak! Várj! Muszáj valahogy kockáztatni. Nem tudja, milyen fegyver használt. Mivel a fegyvert nem találták meg a gyilkosság részén. Rendesen láttad az... Hát okot kell találnom ahhoz, hogy itt vagyom azt a bózót. Hát most büntetőt adna, hogyha netán, de rossz választ adok.
Igen. Hogy tudok elmondani, hát az a van más sáva. Tehát zajt hallok. De utolsó van más. Hát az nem lehetett, hogy megszállhatta volna. Na, hogy oda baszott volna a fej, Ringmester fejére. C-team? Na, ezt tényleg inkább átugrom. Csak előtt próbál nyerni, hogy visznyeljem, elég tettél. Többi valók is tett jelentett. Valaki már leütötte Ringmestert, amikor... Hát azt nem látta, hogy cső... Cső... Vádod oda baszott a Ringmesterni. Amikor lenézett, akkor bizonyára a Ringmester már, már igen figyelti. Na, megint viccelődik. Hát, hogy mi ez már bizonyára feltűnik. De hogyha megint viccet volna, akkor cellába akar juttatni, amíg nem tanulja meg az etikettet. Nem jár ezt, hogy megtanulja, és nem vagyok kivéhetsz az, hogy bekalkult. De csak megszartozhat az arány. Látta a szimbólumokat? De itt van egy elmondás, csak kettő szimbólumot látott. Ugye a vádlat tényleg a hát ez... ez bizony cáfolhatatlan. Hinném kell abban, hogy nem volt ott. Gondolt arra, hogy más is felvetszik. Silk Hat, Black Cloak.
remélem, hogy jól teszem, hogyha tiltakozom most. Objection! De minden, de szívomot láttál. Mindenki tudja, hogy megszerek három szimbólumot. Hogy ezt kitérek-e? Hát tudom, mit látod. Csak egyed elfelé. Nem igaz? Szülje! De nem látod a rózsát, ugye? Őszinte legyen. Nem volt, nem talált rózsát, amit látok. Elég sötét volt. Egyetem ő csak sötét. Objection! De a, nem tudom, azt mondta, hogy az ágyékot látta. Látta a bűző ágyék. És a rózsa fehér volt, nem védhette, hogy leesett. Hát, de hogyha megtalálták, és hogyha leesett volna a büntény helyszínén, ahol rendőrség már megtalálták. És volt osebb az, hogy játszik, te játszol! Valaki bizonyára játszik, de nem ő. Most adjuk hozzá Trio Valmaset. Igen, ő nem tette meg azt a hám szimbólumot. És nem téved. Tehát mindent látta. De a bohóc nem. Látta a rózsát. Tehát itt van jelen múlás. Hát minden számít, hogy csak ezt láttam. Hát még nem elég felnőtt, az biztos. Bizonyan életlen. Hát... Még egy valamást kér. De ha nem talál elmondást, akkor büntetőt ad. Ez utolsó esélye. Tehát én nem adhatok holdít parancsot. Ez ugyanaz a helyzet, mint Manfred von Karmánál. Az észre négyik epizódban, de amikor Lothárt kell kikérdeznem. Tehát én nem zaklathatom kérdésekkel. Itt kell bizonyítani, hogy van ellenmondás. Egy bizonyítékot kéne mutatnom. Tehát egy lövésem van, de anélkül, hogy büntetőt kapjak.
Na itt az ellentmondás. Objection! De bizonyára láttad ott az se kalapot, ugye? Az... Nincs kérdésed? De igen, itt van egy probléma. Hol volt ez a semka megtalálva? Ez a bünti helyszínén volt. Vagyis azt jelenti, hogy ez a kalap leesett a bünti helyszínén. De a tanú az enkezőjét mondta. Tehát itt az elmondás, hogy végig rajta volt az a két szimbólum. A kalap és a köpeny. That's a true! Csendben! Most mi a vállam, hogy mit jelentsen? Nagyon mérges, hogy tisztítsd. Miért vagy én kérdettem? Mit tettem? Csak nem szereted. Na most már túlépi a határokat. Az már biztos. Láttam. Ezzel nem megyünk sokra. Hogy elhagyta. Most össze tudom a sorra, hogy elhagyta. Valamit elvédeti. No? Azt mondtad, hogy elhagyta. De hogyan hagyta talán? Mi? Na, ebben van elmondás. Objection! Ez tele van lyukakkal. Tehát van karma, amit mond, az hasztalan. Te vezél úgy, mint egy kisgyerek lehet. Csak készülsz. Biztos vagy benne? Bizonyíték... Van bizonyíték, hogy hogyan hajtott el azt a büdény szint. Ez nem az. Ez kell, hogy legyen az. Itt van ez a kép. A láb legyomotta van. Az áldozat lábnyomatát látjuk, viszont... De hol a bűnöző lábnyomata? Ejj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 
De hogyan menekülhetett el a helyszínről? Gyilkos. Nem kell egy csik, amit mond. Akkor elmondja az igazat. És te várj. Hogy többet mondtam.
most igazat akarnál mondani. Valami rosszabbat te. Próbálna mondani. Tehát mindig végig hamis volt, amit mondott. Ez nem volt hamis, nem hazudtam. Meg volt zavarva. És azt akart az ügyésznő, hogy ne beszéljen róla. Hogy tett? Bíró? Hogyha hallottad volna az igazat a... akkor ugyanazt mondanád, mint ő. Hogy nem vicces. És a kérdés, hogy mi az, ami nem vicces? Ez biztosan nem fogjuk elhinni. Az igazság. Hogy Maxnek... vagy láthattam, állítólag Maxi. Nem volt rajta az a fehér rózsa, de rajta volt a kalap. Ami is aztán láttam. Hogy elrepült. Ha elrepült a levegőben. És eltűnt a sötétségben. Ezért nincs lábbenyomat. Mert egy repülő ember nem hagyja lábbenyomatot maga után. Megmondta, hogy ez nem vicces. Hiszen neki... nem tudni erre. Egy világhasznos. De ez nem lehetséges, hogy csak úgy elrepülhetett volna a b***jeisztényidő. Ez volt a legjobb. Először hallott egy repülőtől. Sajnos kénytelen vagyok azt mondani, hogy az igazat mondta. Mert sajnos már lehet mondás, de nem lehet igazán találni. Hálom pedig nem is lehetett meg, hiszen már láttuk megszert repülni. Várzatok kellett, hogy használjam. Háú! Hogy képzett a ribanc? Mágia nem létezik. Hát, hogy hogyan repülhetett, azt nem igazán érti. Tehát bizonyítékja, hogy hogyan csinálhatta. Ez több nyomozást van maga után. Így folytathatjuk az egészet egy másik perre. Égy nőségek, mi a fene folyik itt?
ezt akarjuk tudni. Azt mondja, azt mondta a bohóc, hogy a bűnöző repült. Ugye nem repültél az estén. Nem tud repülni, ez nem olyan egyszerű. Pedig olyan egyszerű. Pedig... voltak éppen nem is repült azon a színpadon. Ja, most már értitek, ugye? Ez nem varázs. Amit csinált, az nem varázslat volt. Láthatatlan kábeleket használt, ami megtartotta. És csak, hogy... a cirkusz felett volt, hogy itt a hátán bizonyára. És azt tartotta meg, és úgy tudott repülni. Ez a varázslatának titka. Az első szobát szekte meg. Hát ezt nem szabadott, hogy elárulja, mert... mert aki varázslatot követ, de az... bizonyan valami trükköt csinál. A repülő bűnző kéne megtalálni. Folytatjuk. Jó, annyi volt mára. Ha tetszett, ne felejtsétek el feliratkozni az Eszutás és az Eszuton kedves csatornájára, és nyomatok lájkot. És legközelebb én folytatjuk a második nyomozástól. Úgyhogy már búcsúzom, sziasztok!